Önök a Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm Önöket! A magyar orientalista Vámbéri Ármin nyomában járta végig Üzbegisztánt Gruber László, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanára. Az élményeiről most tartott előadást a Bonyhádi Városi Könyvtárban. Üzbegisztánt magyar állampolgár először a 19. század első felében járta be, a magyarság eredetét kutatva. Az orientalista utazót Vámbéri Árminnak hívták. Az ő általa leírt útvonal egy részét járta be nemrégen, harmad magával Gruber László. Kalandos élete volt, egy szegény családból származott, gyerekkorában még piócagyűjtéssel kereste a családnak a betevő falatot, majd utána elkerült 25 évesen Törökországba, ahol például török kávéházakban énekelt, egy pasa házi tanítója volt, majd azt követően jött az 1860-as évek elején a nagy útja, ami Közép-Ázsiába vezetett, Dervis ruhában Közép-Ázsián át című művében erről írt, illetve külön írt az ott meglátogatott városokról, területekről, és ez egy olyan időszak volt, amikor bizony nagyon kemény embernek kellett lenni, ha valaki oda betette a lábát, mert például Hívában, Üzbegisztánban az egyik legjelentősebb selyemút állomáson, ha a gyanú felvetődött, hogy nem közéjük való valaki, akkor azt rögtön megölték, tehát nem volt kérdés. És hát Vámbéri Ármin dervis ruhába öltözve, tökéletes nyelv tehetséggel megáldva, több nyelvet beszélve, dervisként járta végig ezt a területet. Üzbegisztán hatalmas ország, közel ötször akkora a területe, mint Magyarországé, viszont csak háromszor annyian lakják, ezért a népsűrűség még a 35 fő per négyzetkilométert sem éri el. Vajon miért? Mert tele van sivatagokkal. Ugye a Kizilkum sivatag itt terpeszkedik, illetve az Amudarja folyó főként itt folyik keresztül, ami hát az Araltóba torkollik, illetve torkollana, ha eljutna odáig, hiszen az Araltóba már nem tudják elvezetni a vizét, ehelyett elöntözik. Főleg gyapott földekre, részben rizsföldekre, és hihetetlen az a pazarlás, amit ott főként a 20. század 60-as évei óta tettek, ugyanis az Amudarja vizét nem csak hogy öntözésre használják, hanem azzal a szikesedett, a sósodott földet is átmossák, a talajt, hogy utána vetni tudjanak bele. Tehát, hogyha az eszetlen vízpocsékolásnak mintát szeretnénk, hát nem mondom, hogy állítani, vagy egy példáját szeretnénk említeni, akkor mindenképpen ezt mondanám. A zord természeti viszonyok ellenére Üzbegisztánban viszonylag sok magyar utazik, még magyar nagykövetség is működik az országban. Általában a selyemút főbb állomásait tekintik meg, ami Híva, Szamarkand és Buhara. Csodálatos városok, az igaz, hogy jó részt a háborúk, illetve a földrengések Taskenttel együtt, a fővárossal együtt jó részt tönkretették, viszont Hívában megmaradtak eredeti épületek, a többi városban pedig újjáépítették. Ide általában eljutnak az odatévedő turisták, ahová kevesebben jutnak, az Araltó. Az Araltó döbbenetes, tehát az 1960-as évektől a 2000-es évek elejéig, tehát nem is mostani adatot mondok, mert ez is döbbenetes, háromnegyed részét elvesztette a tó a területének, a vizének pedig a 90%-át. Először két medencére, most pedig már három nagyobb és több kisebb medencére osztódott föl, és hát folyamatosan csökken a vízszintje, és nő a sókoncentráció, ami nem túl sok jóhoz vezet. Az Araltó partján elterülő Kizilkum egy egészen különleges és szokatlan sivatagi vidék. Órész cserjék nőtték be, a tamariszkusz, a szakszaul, érdekes állatvilággal, gyíkokkal, kígyókkal, szakszaul szajkóval és társaikkal, és elég ritkán található benne, legalábbis az általunk meglátogatott területen szabadon mozgó homokdűne, úgyhogy ezt tényleg úgy kellett keresni. Bár a táj első pillantásra nem a szokványos sivatagok képét mutatja, az időjárás viszont annál inkább. Még éjszaka is perzselő volt a forróság. A nappali hőmérséklet 50-55 fok volt, árnyékban hangsúlyozom, és ez a forró szél ez megviselte a szervezetünket, kiszárította, és hát ugye a klasszikus tankönyvekben mi földrajztanárok leírjuk, hogy milyen szép, milyen jó, hogy nappal meleg van, éjszaka pedig hogy le tud hűlni a sivatag. Igen, nálunk is lehűlt a sivatagi levegő, éjszaka rendszeresen már csak 40 Celsius fokos szél fújt, és hát azért a sátorban meg a jurtákban ez nem mindig volt a legkellemesebb. Az
érdekes tájakhoz időnként érdekes történetek is kapcsolódnak, ezekből sem volt hiánya a bonyhádi utazónak. Olyan kiváló volt a kinti túravezetőnk, hogy néha nem találta meg az adott helyeket, ahova el kellett volna jutni. Izgalmas volt a sivatagban is össze-vissza bóklászni és a helyiektől kérdezni, hogy na akkor most merre menjünk tovább. De olyan is előfordult például az egyik város közelében, hogy egy uránbánya területére betévettünk, ahol a nyitott platón szállított uránérces teherautó megállt, és azzal beszélgettünk 5-10 percig, hogy merre kéne tovább menni. Illetve hát az egyik legkalandosabb dolog pedig az volt, amikor Buharában ültünk egy teraszon, vacsoráztunk, és egyszer csak a szomszédos Kazahsztánból, Bajkonurból kilőtt műholdat láttunk, tehát egy műhold, hát nem kilövést, inkább így mondom, hogy fellövést láttunk. Üzbegisztánról az emberjogi szervezetek leginkább mint diktatórikus politikai berendezkedésű államról szoktak beszámolni. Az országot 2016-ig vezető elnök köré igazi személyi kultusz is épült. A helyiek ennek ellenére kifejezetten barátságosan viselkedtek. Érdekes módon egy diktatúrában gyakran nagyobb biztonságban érezheti magát az ember, mint mondjuk így egy demokráciában, ami talán kicsit ellentmondásos. Az üzbeg emberek barátságosak, barátkozóak is, közvetlenek, rendszeresen odajöttek, hogy fotózkodjunk, beszélgettünk, hogy tetszik az országuk, stb. Viszont azért, amikor velünk jöttek sofőrök, abból az egyik biztos, hogy beépített ember volt, hát most már talán nem KGB-nek nevezzük meg, az üzbégeknél is működik ez a titkosszolgálat, műholdas telefon ott volt nála, lehet, hogy a földön, a sivatagban aludt, de hát ő volt az, aki, fogalmazunk így, a jelentéseket adhatta, hogy mi semmi rosszat nem akarunk. A bonyhádi utazók a nagykövetség épületébe is ellátogattak, ahol egy emléktáblát hagytak Almási György és Vámbéri Ármin nevével. A magyarországi németek egyik ünnepét, a búcsút elevenítették fel a Kränzlein Néptánc Egyesület tagjai a hétvégén Bonyhádon. Több éve a búcsúfa felállításával kezdődik a program a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ előtt, ezt követi az új bor begyűjtése az esti bárra. Köszönöm. Szalagokkal díszítik fel a búcsúfát Bonyhádon. Már hagyomány, hogy a Mártonnaphoz legközelebb eső hétvégén ünneplik a magyarországi németek egyik legismertebb ünnepét és szokását, a búcsút, mondta a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnöke. 1991-ben újította fel ezt a hagyományt, a régi hagyományt, a Hekvánc Néptánc Egyesület. Azóta ők már elmentek bébipauzéra, és most közel 10 éve a Kränzlein folytatja ezt a szép hagyományt, és minden évben eljönnek a fiúk, kivágják a fát, elhozzák ide, most a már a művelődési ház elé, korábban a német házban volt, a lányok segítenek feldíszíteni, utána pedig a fiúk elmennek bort gyűjteni, és este van egy kultúrműsor és egy bál, ahol mindenki jól érzi magát, megkóstolják az új bort, és egy jó kis táncmulatság keretében megünneplik ezt a szép hagyományt. Nem mindenhol volt faállítás a magyarországi németeknél, volt a Baranya megyében is, Nagynyárádon még ma is ünneplik ezt, hogy a fát díszítik fel, volt, ahol csak egy oszlopot ástak le a földbe, és azt díszítették fel, valamint egy berliner kendőt, vagy halszok hogy tettek a fára. Ez is különböző volt, ugyanis a protestánsok és a katolikusoknál különböző volt valamennyire ez a szokás, és ez is változó volt. Mórágyon egy rudat állítottak fel, Majoson is egy rudat állítottak fel, és arra kötötték rá a kendőt, a hegyháton is ez így volt, tehát ez eléggé változó. Bonyhádon ez fát állítanak a gyerekek. Kirváj, tehát ez templom szentelést jelent, és akkor ünnepelték ezt, amikor a templomot felszentelték. Azonban volt egy császári királyi rendelet, ami ezt megtiltotta, hogy dologidőben tegyék ezt az ünnepet, mert legtöbbször a templom elkészülte, az dologidőre esett, és áttették ezt az ünnepet, hogy novemberben legyen, és ezért a legtöbb településen november környékén volt ez a szép ünnep Bonyhádon, és a környező településeken Mártonnaphoz legközelebb eső hétvégén, és mi is így Bonyhádon a Mártonnapot azon a napon ünnepeljük, amelyik a Mártonnaphoz legközelebb esik. A fára került az idei újborból is, amelyet a búcsútemetésen ásnak majd el. Fontos, hogy megőrizzük őseink hagyományait, mondta a Kränzlein Néptánc Egyesület egyik fiú tagja,
aki a fa felállításába is segített. Tekintve, hogy öregé, hát relatíve veterán táncos vagyok a csoportban, hű maradok sváb származásomhoz, és igyekszem ápolni azokat, amiket nagyanyám és dédanyám rám hagyott. Amint megérkezik a lovaskocsi, az is feldíszítésre kerül, és utána elindulunk az újbort begyűjteni. Az újbor begyűjtése hagyományosan a fiúk feladata volt. A lovaskocsin harmonika szó kíséretére több bonyhádi lakost is felkerestek a fiatalok. Megérkezve az első házhoz, a Mártonnaphoz és a búcsú hagyományaihoz kapcsolódó rigmusra szavaltak a Néptánc Egyesület tagjai, majd harmonika zenéjével köszönték meg a felajánlott új bort. Aki libát nem eszik, egész évben éhezik. A liba húsa nagyon finom, kívánom is a bort nagyon. Ezért jöttünk gyűjteni, a hordónkat megtölteni. Aki este ebből iszik, soha többé nem szomjazik. Az elmúlt napokban több helyszínen is ültettek fákat a bonyhádiak, helyi civilek összefogásában 25 darab kiszáradt növényt pótoltak a 10 millió fa országos kezdeményezés részeként. Emellett pedig újabb életfákkal bővült a város, a termálfürdő előtti zöld területen 6 darab facsemetét ültettek el a családok. Kérjünk kalapácsot? Az már elő van. Több faültetési akciót is szerveztek Bonyhádon a napokban. Elsőként a 10 millió fa országos mozgalom részeként és november 9-éhez az élet napjához kapcsolódva facsemetéket ültettek önkéntesek. Minden helyi csoport, így a bonyhádi csoport is fákat ültet. Ez a célunk, fákat szeretnénk ültetni mindenkinek az örömére és az 50 év alatti embereknek a létszükségletére. Ez egy fantasztikus, zseniális kezdeményezés, mindenkinek lehetőséget és eszközt ad arra, hogy a klíma fenyegetettséggel szembe tudjon nézni, szembe is kell nézni, és ez egy érvényes válasz rá. Egyszerű, mindenki által kivitelezhető, olcsó, környezetbarát. A terület tulajdonilag önkormányzati területről van szó. Juharfákat ültetünk, jelenleg 25 darabot, de tervben van még az, hogy nem csak Bonyhádon, hanem a környéki településeken is még nincsen leegyeztetve, de várhatóan ilyen 3 számjegyű, akár 500 darab fát is fogunk még novemberben ültetni. Aktivistáink vannak, főként bonyhádiak, civilek vagyunk mindannyian, de jöttek Tolnáról is, jöttek Kakasdól is, úgyhogy lehet mondani, ilyen megyei érintettségű ez az akció. Magánfelajánlásokból vannak a fák. A 10 millió fa országos mozgalomhoz csatlakozott helyi aktivisták ültették a magánfelajánlású fákat. Én úgy gondolom, hogy koromnál fogva már nem magamnak ültetem, hanem a gyerekeimnek, és hát nekik is már vannak gyerekeik, tehát az unokáimnak. Nagyon fontosnak tartom a klímaváltozás miatt a fa ültetést. Én otthon személy szerint ültettem 14-et most körülbelül 2 hét leforgása alatt, és ebben a csoportban merem remélni, hogy pár év alatt el fogjuk érni a 10 millió fát Magyarországon. Kiástuk a halott fákat, úgy mondjuk, hogy halott fákat, utána pedig ki lettek osztva a fák, csemeték, és akkor azokat beástuk, betapostuk, körbegerebéztük, cölöpöt mellé, és akkor így reméljük, hogy élni fognak. Tulajdonképpen a Vándi kinevezett minket ilyen vezetőknek a csoportban, és mivel én valamikor tanítottam, ezért azt mondta, hogy az oktatás részét szeretné, hogyha én venném át. Az a tervünk, hogy felkeressük az itteni iskolákat Bonyhádon, de nem csak ittenieket, hanem a környékbelieket is, és akár az őshonos fákról előadást tartani nekik, a klímaváltozásról előadást tartani nekik, miért kell ez a 10 millió fa Magyarországra, ugye az ő jövőjükről van szó, és akkor tavaszra szeretnénk a nagy fa ültetésbe bevonni a diákokat is, akár az iskolájuk, otthonuk területén, akár a lakóhelyükön, és azt szeretnénk, hogyha ők is éreznék azt, hogy mindez értük megy.
Nincs semmi baj. Van még lapát. Szokássá vált szerte az országban, így Bonyhádon is, hogy az Életfa program keretében családok az újonnan született családtag tiszteletére fát ültetnek. Ezúttal a bonyhádi termálfürdő előtti zöld területen 6 új élet kezdte meg cseperedését, akik évek múlva árnyékot biztosítanak majd a termálfürdő látogatói számára. Úgy gondoltam, hogy ez mindig egy megtisztelő lehetőség, hogy itt a város felajánlotta ezt, hogy itt a Bonyhád területén egy emléket állítsunk igazából annak, hogy született egy újabb gyerekünk. Úgyhogy ezért tartjuk ezt fontosnak, részt vegyünk ezen a programon, és hát nyilván, ahogy a polgármester asszony is elmondta, ahogy a fa cseperedik, úgy cseperedik majd a gyermekünk, és hát nyilván egy fának viszonylag nagy alapot kell teremteni, szintén úgy, mint a gyerek nemzésben, ugye az alapokat meg kell teremteni, és itt is igazából nagy gödröt ástunk, tápanyaggal elláttuk a fát, majd aztán belocsoltuk, és így biztosítottuk a növekedését. A családoknak kedvezően lakóhelyükhöz legközelebbi helyen ültették el a fákat, ezzel is megkönnyítve a jövőbeli esetleges gondozásukat. Az elmúlt közel egy évben, akik 2018. július végétől 2019. augusztus végig születtek gyermekek, az ő adatokat lekértük és kiértesítettük őket levélben. A program az önkéntes, tehát mindenkit megkerestünk, és aki szeretett volna életfát a csemetéjének, az jelezte felénk. Mindenkinek próbáltunk a lakóhelyéhez közelültetni fát, így került sor erre is, hogy itt a strand környékén a Bartók, illetve a Deák utca a környéki gyermekek kaptak most facsemetéket. Az akció legfőbb célja a felnövő generáció nemzettudatának kialakítása és ápolása. Ezáltal a szülőhelyhez való kötődésének megerősítése, valamint az erdő, a fa és a természeti környezet védelmének tudatosítása, mondta Bonyhád polgármestere Filóné Ferenci Bolya. Azért tartom fontosnak, hogy ez a program meg gyökeret vert, hogyha már a fás példánál maradhatunk, mert ugyan Bonyhádon már nem születhetnek kisbabák, de akik ide születnek Bonyhádra, azok így együtt cseperednek ezekkel az életfákkal, és talán a kötődésük is ehhez a városhoz hosszabb távon, vagy akár egy életen át megmarad, még hogyha az életrendje szerint akár iskolák, vagy munkahely, vagy későbbi családalapítás miatt el is kerülnek, de hogy ide mindig hazavárjuk őket nagy szeretettel, szerintem ahhoz egy fontos kapos lehet. Egy ilyen picikorban elültetett fának a kapcsolata és a város kapcsolata a családokkal. Mivel az elmúlt egy évben 82 bonyhádi gyermek született, ez év végéig még további 69 darab fát ültetnek el a családokkal közösen Bonyhádon. Az elmúlt hetek az újra összeálló majosi csapat játékáról és győzelmi sorozatáról voltak hangosak a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Tihanyvári László csapata fellépett a második helyre, és két fordulóval az őszi szezon vége előtt még akár az első helyben is reménykedhetnek. Persze ehhez nagy valószínűséggel a záró meccset, a Bonyhád elleni Völgységi klasszikót is meg kell nyerniük a zöldeknek. Az elmúlt évek rapszódikus szereplése miatt nem sorolták az idei nyáron sem a dobogóra esélyes csapatok közé a nyáron azért erősödő Majost. Úgy indult ez a bajnokság is, hogy érdemi kérdésekben megint nem tud majd beleszólni a megyei első osztály már régebb óta egyik legmasszívabb csapata. Ennek az elmúlt négy fordulóban 6-6-os száfolatát adták a Völgységi zöldek. Egy remek kapus Steinbach Gergő előtt egy még masszívabb védelem játszik. A középpályán két sokat, gyorsan futni tudó, jól cselező, kapura veszélyes játékos Hok Attila és a nyáron érkező Petrovics Tamás személyében. Mellettük, mögöttük az irányító típusú észjátékos, a másik Steinbach fiú, Máté, teszi még labdabiztosabbá, taktikusabbá a csapatot. No és a sérüléséből felépülve a karácsonyfa alakzat csúcsán a majosi gólvágó Lizák. Erre a helyzetre várt Fihanyvári László edző már régebb óta, hogy az említettek kivétel nélkül rendelkezésre álljanak, és a heti munka során formába is lendüljenek játékosai. És a Majos az elmúlt hetekben ellenállhatatlanul megindult felfelé, 12 forduló után ott találjuk a csapatot már a második helyen. A Tamási elleni legutóbbi magabiztos 3-0-ás győzelem után a hátvéd sorban időközben meglépett változásokról beszélt Pihanyvári László edző, ami további stabilitást hozott ebben a csapat részben. A Bátorszék elleni hazai vereség után, amit abszolút nem érdemeltünk meg, hisz szünetben 5-6 góllal kellett volna mennünk,
megléptünk egy olyan váltás, hogy a Bognársenyit hátra hoztuk belső védőnek, visszatért a Hegedűs a sérüléséből, ezzel nagyon masszív lett a védekezésünk. Az utolsó 6 mérkőzésen 25-2-es gólarány, 2 kapott gól alapból egy büntető. Én úgy gondolom, hogy masszívak vagyunk, ebből jól jövünk ki, jól kontrázunk, elő megvannak azok a játékosok, a gólérzékenyek, és a nagyon nagy dolog az, hogy a Lizák, aki nagyon hosszú sérülés után tért vissza, hiányában is. Ott volt a Steinbach, aki már 10 gólos, ott volt a Petrovics, aki 7 gólos, a Hók, a Bognársanyi belső védő létér 4 gólos. Fölvállalták azokat a szituációkat, amiből nekünk gólt kellett szerezni. Kombinatív játékban is fejlődött a Majos, ám elsősorban továbbra is erőssége a jó értelemben vett agresszivitás, és a kontrajátékban is felnő a Bonyhád és a Bátaszék által képviselt nívóhoz. Nagyon szerencsés összetételű támadóink vannak, akik nagyon jól egyegyeznek, a kvalitatív játékon nagyon jól játszák, képesek kombinatív játék megoldására, érzik egymást, tényleg nagyon jó. Az a 4 első, ugye a Lizák visszatérésével nagyon, nagyon erősek vagyunk el, a hál' Isten. A nyáron Pécsváradól érkező fiatal játékos lehet az új kedvenc, a korábban már itt játszó Hók Attila mellett, már 7-szer megzörgette az ellenfelek hálóját, és a gólpasszokban is jeleskedik. A mesterhez kérte, hogy cserélgessük a meccs közben a pozíciónkat, és így talán nem tudják annyira felvenni az ellenfél játékosai a játékunkat. A Mok is nagyon játékos, kombinatív, és ezt vele meg lehet oldani, igen, illetve a Steinbock Mátéval, de az egész csapattal. Petrovics úgy érzi, itt Majoson felgyorsulhat a fejlődése, és szeretne pályafutása során legalább az NB3-ig eljutni. Mindenképpen ezt szeretném fejlődni, ezért jöttem ide, és ez a csapat szerintem ez, hát még ha nem is, de haladunk a felé, hogy NB3 szintű legyen, úgy gondolom. Az elmúlt 2 évben sem játékerőben, sem csapategységben nem volt ezen a szinten a Majos, így a nagy klasszikuson, a Bonyhád ellen sokszor nem volt esélye sem a győzelemre. Most újra éledezhetnek a majosi remények, az őszi idény zárásaként hamarosan sorra kerülő Völgységi csúcsderbin, függetlenül attól, hogy Bonyhád lesz ezúttal a házigazda. Szerintem nagyon nagy mérkőzés lesz, hát majd ott alakul. Igazából mind a 2 csapat elég jó játékosok rendelkezik, úgyhogy hát nagy meccs lesz. Tihanyvári edző még nem a klasszikóra, hanem a soron következő ellenfélre koncentrál. A Bonyhád mérkőzéset van egy nehéz Dunaföldvár mérkőzés. Én tegnap elmentem Bátaszékre, megnéztem őket, fiatal csapat, ügyes, képzett gyerekekből áll. Én nagyon remélem, hogy ott tudunk nyerni, és akkor majd utána következzen az El Klasszikó. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!